Nagy tisztelettel köszöntöm a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című magazin műsorának kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mielőtt indulna novemberi műsorunk, nézzük főbb témáinkat egy-egy mondatban. Egyházmegyei kitüntetések. Szent Mór ünnepe a Pécsi Székesegyházban. Vármegyei elismerések. Uzsajné dr. Pécsi Rita díszpolgár, valamint Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános magyar nemzeti identitásért díjas lett. Regionális ifjúsági találkozó. A vidéki helyszínek közül Bói nyitotta a sort. Szabad egyetem. Lukács János, jezsuita szerzetes volt a vendégünk. Paksi intézményi fejlesztések. A Pécsi megyés püspök közös sajtótájékoztatója a város polgármesterével. Ezt kínáljuk hitéleti magazinunkba. Szent Mór püspök ünnepén adták át az egyházmegyei kitüntetéseket. A díjjal azokat a plébániai szolgálattevőket ismerik el, akik évtizedek óta kitartóan végzik önként vállalt feladatukat. A Pécsi Egyházmegye társvédőszentje az 1000 évvel ezelőtt élt második püspöke Szent Mór liturgikus emléknapján, október 25-én egyházmegyei kitüntetést adott át Felföldi László megyés püspök 9 plébániai munkatársnak a Pécsi Székesegyházban. A közösségért végzett szolgálatot elismerő érmet és oklevelet évente egy alkalommal adományozzák plébánosi felterjesztésre azoknak a plébániai munkatársaknak, akik számos éven, akár évtizedeken át egyházközösségük közösségének megelégedésére végezték munkájukat, szolgálatukat. Az ünnepi szertartáson a Pécsi Egyházmegye teljes közössége együtt ünnepelt. A püspökök köztük Felföldi László megyés püspök, Mayer Mihály nyugalmazott püspök, Bíró László nyugalmazott tábori püspök, a papok, a diakónusok, áldoztatók, minisztránsok és a hívek közössége, az ünnepeltek és családtagjaik együtt imádkoztak a velük együtt szolgálókért és mindazokért, akik szolgálnak és vezetnek Krisztus szeretetének útján. Felföldi László köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a kitüntetések mögött mindig áldozatvállalás van. Hozzátette, hogy szeretet nincs áldozat és szenvedés nélkül, hogy Krisztus egyháza a szeretet egyháza sincs szenvedés és áldozat nélkül. Akik pedig áldozatosan szolgálnak, legyenek kiemelve, kitüntetve, mert ők is kitüntették az egyház közösségüket szolgálatukkal, áldozatukkal, munkájukkal. Most ezt a munkát, ezt az áldozatot szeretnénk megköszönni, és ezzel együtt lenni. Köszöntöm azokat a testvéreket, akik eljöttek velük, vagy eljöttek erre az estére, a Szent Mór ünnepén, így együtt imádkozunk. Nagyon boldog vagyok, atyák, hogy ilyen sokan együtt tudunk most imádkozni. Ránk bízott testvérekért, a velünk szolgáló testvérekért, és mindazért a közösségért, akiket szolgálunk, segítünk, vezetünk Krisztus szeretetének útján. A kitüntetés mögött, ahogy említettem, mindig áldozat van. Szeretet és művészet nincs áldozat és szenvedés nélkül. A történelem nagyjai, el sem tudjuk képzelni, hogy mekkora erőt, lendületet jelentettek akkor, és mai nap is. Hát ő is, mint szent püspök ennek az egyházmegyének, hiszem, hogy nagyon nagy segítséget adott akkor az itt élőknek, hogy elinduljon, éljen, fejlődjön a közösség, és mai nap is ezért tisztelettel nézünk rá, és ez egy nagyon nagy ajándék, hogy itt az ő közbenjárását is kérhetjük, és külön ajándék, hogy ezen a napon adjuk a tiszteletünket, a díjunkat,
az elismerésünket azoknak, akik nagy-nagy áldozatot hoznak az egyházközségekért. Siker, elismerés nincs szenvedés nélkül, nincs gyakorlatilag önfeláldozás nélkül, ők mind a kettőt megteszik. Az emberi életnek valami különleges feladata, hogy a szeretetet jól élje meg. És mutatja a hétköznap, hogy nem könnyű és nem egyszerű. És ezért fontos ránézni, kiemelni azokat, akik ebben példát mutattak. Ők a lelkükből, a szívükből, nagyon sokan nem is úgy gondolnak erre, hogy hú, én mekkora áldozatot hoztam, hanem csak, hogy végeztem a feladatomat. És ezt kell megtanulnunk, mert ezen múlik az életminőségünk, a személyes életminőségünk, és a környezetünk életminősége, hogy ott vagyunk-e, ahol vagyunk, azt tesszük, amit tesszük, szeretettel, örömmel és jósággal. Miért fontos az egyház számára, hogy példaképeket állítsa? Az embernek fontos. Nem lehet egy embert úgy elképzelni, hogy felnőtt, érett emberré váljon, hogy nem voltak fizikailag, emberileg, lelkileg, szellemileg nevelői. Hisz a nevelő az, aki az emberséget segítette, az mindig hozzá tartozott, ősidőktől kezdve az emberi valósághoz. Az egyházban ez még különlegesebb, mert a hitben is elől kell járni, nem csak egyszerűen emberségben, nem csak egyszerűen a hétköznapi életben, hanem az Isten és emberi kapcsolat gazdagságában. Hogy lehet megfogalmazni az ő tevékenységüket? Mindig a papot látjuk a szent miséken, de ott a kántor, ott a sekrestyés a háttérben, ők segítők? Ez a kulcs szó, a háttér. Mindnyájan valójában háttérben vagyunk az élet nagy küldetésében. Néha a pap jobban ott van az oltáron, de ő is háttér, mert Krisztus ügyének a hátterét szolgálja. És mindenki, aki az életben bármit elért, a mögött van háttér. Vagy büszke rájuk, vagy látja, nagyon sokszor sajnos előfordul, hogy nem, de itt azt is ünnepeljük, hogy az atyák látják, hogy kiknek köszönhetik az ő munkájuknak, mondhatnám a biztonságát, az erejét, akik ott vannak háttérben, és ezért ők jobban végezhetik a munkájukat. Több kitüntetett már átvette az elismerés, de vannak, akik a helyszínen saját templomukba fogják megkapni a kitüntetést. Mind a kettőnek megvan a nagy értéke. A bazilikában átadott díjazásnak, meg a helyben átadottnak is. Itt az egész egyház közössége kiemelkedve ünnepli a díjazottakat. De nagyon fontos az is, hogy egy közösség otthon találkozzon azzal az üzenettel, hogy igen, ő itt mellettünk volt, ő segített nekünk, szolgálta csöndesen, háttérből ezt a közösséget. Ezért én nagyon pártolom és nagyon örülök, hogy lesznek olyanok, akiknek helyben fogjuk átadni a díjakat. Elismerő oklevélben és plakettben részesült Óbert Jánosné az Abaligeti plébániáról, Vermut Weiss Wendel a mohácsi plébániáról, Krum János a pécsi Szent II. János Pál plébániáról, Vörösné Mészáros Ágota a Dunaföldvári plébániáról, Koller Tamás a szekszárdi plébániáról, Jankó Mónika a komlói plébániáról, Krajcsovics Béla a pécsi Szent Erzsébet plébániáról, Horváth Attila a szászvári plébániáról, Fölkler Ferencné Bischof Anna a bátaszéki plébániáról. Krum Jánossal beszélgetek, aki sekrestyésként szolgált 45 évig? 45 évig szolgáltam. Melyik településen? Gyódon. Csak ott volt egész csak, 45 igen, év alatt? Igen, csak Gyódon. Hogy emlékszik vissza erre az időszak? Hát, még édesanyám még élt, és akkor is már segítettem neki a sekrestyés dolgokban. Hány éves korában kezdte? 45. Most már idős vagyok sajnos, 88 éves vagyok most már. Megtiszteltetés ez a mai kitüntetés? Igen, igen. Örülök neki. Örülök neki. Vörösné Mészáros Ágotával beszélgetek, aki Dunaföldváról érkezett és megkapta püspöki elismerést. Nagy öröm van most a szívében? Hát el lehet képzelni, az nagy büszkeség, és nagyon köszönöm ezt a dicséretet, amit a méltatásba kaptam. Meglepett, mert én azért nem vagyok ilyen
hogy mondjam, visszahúzódó vagyok inkább, és ez akkora méltatás volt, hogy ez nekem nagyon jól esett, és nagyon büszke vagyok az én magamra, hogy ennyi idő után azért a Jóisten segítségével én ezt a munkát, amivel megbíztak, el tudtam végezni. Konkrétan milyen munkát végzett? Úgy tudom, hogy irodában dolgozott többek között. Hát az egész gazdasági vonalat én vittem, pályázatokat írtam, beruháztam, kivitelezőt kerestem, tehát nagyon széles skálán dolgoztam, és ezt mind nagy élvezettel, nagy örömmel. Milyen hangulata volt a mai misének? A Székesegyház, ugye ez egy kivételes számomra, mert azért nem egy földvári templom, de ez ide a, eleve magasztos belépni, hát ugye? Eleve magasztos belépni, és a sok atya, a sok hívő, a püspök atyák, azért ez nagy megtiszteltetés. Elkísérték a családtagot? Igen, gyerekeim itt vannak. Gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen. Vermuth Weiss Wendel Mohácsról érkezett, 34-35 év szolgálat. Elmesélnéd nekünk a lényegét? Ez 90-ben kezdődött, amikor a városgazdálkodástól úgymond felszabadultam. Elküldtek, jobban mondva, létszámcsökkentés miatt is az egyház felkarolt segített. Három gyermek mellett szükség volt a... Temetői gondnok voltál először? Temetői gondnoknak vettek úgymond föl, és utána akkor átvettem rövid időre a templomot is, azóta is azt csinálom, belvárosi templom és a fogadalmi templom. Mit jelent számodra ez a mai elismerés, kitüntetés? Hát nekem váratlan jött egyszer, hogy nem számítottam igazán rá. A másik meg az, hogy a hivatásomnak a csúcsa talán lehetne nevezni. Mert ezt hivatásszerűen kell csinálni, és lehet csak csinálni. Hubert Jánosné Magdinével beszélgetünk, aki elmesélni most nekünk egy kicsit a szolgálatát. Hol tetszett szolgálni, hány éven keresztül? 35 évet az ön már mind a tanácsidőbe kezdte. 75-től 2010-ig akkor már önkormányzat lett. Úgyhogy 35 évet egy húzomban. Önöknek nincs templomjuk, ugye? Nincs. Egy imaház, vagy mondjam, egy három helység, egy a könyvtár, kettő volt az iroda, a harmadik volt az imaház, vagy hát volt, aki azt mondta, hogy kápolna. Mert van nekünk egy harangláb, abban van két harang, de templomunk nincs, hát itt tartottuk mindig a misét. Mit szólt ahhoz, amikor szólították, hogy el kell jönni ma ide a bazilikába? Meg voltam lepődve. Örül most a szíve? Persze. Úgyis otthonban vagyok, ugye, és akkor így, ha bár ott is van minden péntekem mise. Uh-huh. Ja. Nagyon jó egészséget kívánunk, kitartást, és legyen büszke erre a díjra. Köszönöm szépen. A liturgia zárásában a főpásztor köszönetet mondott az atyáknak a közös ünneplésért, majd kifejezte háláját a megbecsülésükért és figyelmükért, melyel munkatársaik életét kísérik és értékelik áldozatos szolgálatukat. A Baranya vármegyei önkormányzat is díjazta a legkiválóbbakat. A Komlón megtartott vármegye napon a pécsi egyházmegyéhez is kötődő kiválóságok munkáját is elismerték. Jövünk a részletekkel! Baranya vármegye önkormányzata Komlóváros Színház és Hangversenytermében rendezte meg az idei vármegye napot. Az ünnep palotással indult, majd jöttek a hivatalos köszöntők. Magunkénak valljuk a polgári értékrendet, a polgári értékrendből egyértelműen következik, hogy odafigyelünk a közösség azon tagjaira, akik sokat tettek azért az elmúlt években, évtizedekben, hogy Baranya fejlődjön, hogy a közösségeink élők legyenek, összetartóak legyenek,
igyekeztünk figyelemmel lenni arra, hogy Baranya egy sokszínű vidék, sok értékes személyiség és közösség alkotja Baranyát, így különböző területeken alkotó embereket és közösséget is szerettük volna díjazni, így esett arra a választás, a Magyar Nemzeti Identitásért díjat a Pécsi Egyházmegye székely referense, keresztes atya Mária Gyüt plébánosa kapja, a magyar-magyar kapcsolatok, a nemzeti keresztény ügy több évtizedes szolgálatáért. Szeretném kiemelni, hogy külön is büszkék lehetünk mindannyian, baranyaiként és pécsiként arra, hogy a közgyűlés egyhangú támogatásával az idei évben Baranya vármegye díszpolgára Uzsaliné dr. Pécsi Rita pedagógus. Pécsi Ritát nagyon régóta ismerjük, a keresztény nevelés, a keresztény oktatásnak nagy formátumú személyisége. Olyan pedagógus, akire mindannyian szívesen bíznánk a gyermekünket. Jól emlékszek, amikor a Szent Mór iskola központ alapjait letette, megerősítette ezt az oktatási centrumot. Iskola igazgatóként is dolgoztunk együtt. Mára a keresztény nevelés és pedagógia országosan elismert szakértője, akinek egy nagyon fontos kutatási területe, hogy a legkisebbeket, a gyermekeket hogyan tudjuk úgy nevelni, hogy az okos eszközöktől távol tartjuk őket. Az előadásaiban rendszeresen körüljárja azt a problémát, amelyet kisgyermekes apukaként amelyel én magam is szembesülök, hogy hogyan tudjuk a gyermekeinket úgy tanítani, oktatni, a családban nevelni, hogy egyébként felhívjuk a figyelmet az okos eszközök veszélyeire. Rita ebben sokat tud segíteni minden baranyainak, és azt gondolom Magyarország polgárainak is, minden édesapának és szülőnek. Díszpolgári címmel tüntették ki Uzsajni Pécsi Rita neveléskutatót, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárát, jeles neveléskutatót, a Szent Mór iskola központ alapítóját, volt igazgatóját. Mindenképp szeretnénk gratulálni Baranya vármegye új díszpolgárának. Milyen érzés átvenni egy ilyen díjat? Elmondhatatlan. És tényleg azt gondolom, hát én nagyon örülök neki, hogy ez éppen Komlón van, és most emlékeztem meg, hogy édesapám és édesanyám Komlón ismerték meg egymást. Apukám itt alapította a Kodály gyermekkart, amelyik az volt, és működik, és hogy valahogy az ő vállukra állva, úgy gondolom, ezt a pedagógiai munkát mindenképpen nem az én érdemem, tehát tényleg úgy érzem, hogy sokaknak a vállára álltam, de az övégére biztos, és hogy ide visszajöhettem, és itt vehettem át ezt a hazai díjat, hát igazán felemelő, nem is tudom még megfogalmazni. Ő neveléskutató, és a legfontosabban foglalkozik a fiatalok, és hát talán még a felnőttek nevelésével is, mert ezt egy életen át kell játszani, ugye? Igen, és azt hiszem, hogy ma elsősorban a felnőttek nevelésével minden a családon áll, és hogyha a családban úgy valahogy rádöbbenünk arra, hogy mi a nevelésnek az útja, vagy mi annak a természetes útja, vagy hogyan érhetjük azt ebben a mai nagyon-nagyon zűrös világban, hogy a gyerekeink valóban egészséges, életre való, boldogulni tudó, örömteli felnőttek és családapák, családanyák és hivatásukban és boldog emberek legyenek, akkor ehhez érdemes segítséget nyújtani, és hát ez inkább a fiatal családok, pedagógusok, tanárok nevelését jelent. Hogy érzi, a vármegye megadta a módját az ünneplésnek? Nagyon, nagyon nem. Én is gondoltam, tehát eljöttem, gondoltam, hát voltam már díjátadón, és azok is szépek voltak, de nagyon-nagyon szép volt a kerete, a környezete, nagyon felemelő volt a díjazottaknak az életútját is látni, ügyes volt ez, hogy kicsit beletekinthettünk abba, hogy mégis mit tesznek, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy ennyire sokoldalú Baranyát tudtak bemutatni és értékelni, és ebbe a közösségbe tartozni, hát kitüntetés számomra. Magyar Nemzeti Identitásért díjat adományoztak Keresztes Andor Esperes plébánosnak, a Pécsi Egyházmegye székely referensének, a Magyarország és a határon túli székely közösségek nemzeti identitásának ápolásáért. Nagyon szépen köszönöm Rigli Gábor Siklós polgármesterének, hogy gondolt rám a nemes díj fölterjesztésére, de minden díj mögött vannak életek, vannak munkák. Én ezt a díjat egy kicsit lélekben Potápi Árpád Jánosnak is adományozom, és Csibi Krisztinának, dr. Csibi Krisztinának, a Magyarság házának igazgatónőjének, hiszen mi együtt dolgoztunk a székely identitásért, a nemzetiségekért,
és úgy érzem, hogy most talán az ő képviseletükbe is büszke lehetek erre a díjra. Jó volt látni a képeket Mária gyűdről, ahol mindig pezsgő élet van, jönnek a zarándokok, jönnek a hívők, és hát ottani kormányzóként gyakorlatilag koordinálja plébánosor a mindennapokat. Hát nagyon jó kapcsolatokat építettek ki Székelyfölddel, és büszke is lehet erre ön is, és hát Mária gyűd is. Igen, nagyon örültem, hogy sikerült áttörni a határokat, és így Csíksomlyó és Mária gyűd kegyhely településé válhatott. És ez, ők már voltak nálunk a csíksomlyói kórussal, mi is viszont látogattunk, és az ott való templomigazgató atyával, Témár Mihály Asztrikkal személyes jó barátságban is vagyunk. És hála Istennek így mélyül a mi együttműködésünk és közösségünk. Lépenes úr egy-egy ilyen elismerés megerősíti azt a hitet, azt a munkát, amit a mindennapokban végez önzetlenül, kitartóan? Jól esik ez a díj, de az ember mindig azt csinálja, amire rátette az életét, és talán nem várva köszönetet, de ez a díj erőt ad, hogy van értelme küzdeni a mai rohanó világba, és talán egy-egy lélekmorzsát, egy-egy búzaszem elhull a földbe, hogy egy kicsit minket is észrevesznek. Az ünnepség során több alkalommal hallhattuk Varga Miklós népszerű énekes, magyarság tudatunkat erősítő dalait. Akármi történt, mindig büszke nő maradt, így élt a sok-sok én maradt. És aki ismer, ezért értsd meg, hogy szeretem őt, a vér Európát, a büszke őt. Ó, nagyon kérlek, becsüld meg őt, a vér Európát, hogy gyönyörű nőt. Ezúton gratulálunk minden díjazottnak, tevékenységüket folytassák kitartással a vármegye és a helyi közösségek gazdagítása érdekében. Testével véd, amikor visszatérsz, ölél a szerelem minden örömehívogat, arcában látod az arcodat. A nyári Mária Gyüdi ifjúsági találkozó folytatásaként őszi és téli regionális találkozókon van lehetőségük bekapcsolódni a fiataloknak az egyházmegye életébe. Ezúttal a bói helyszínre látogatunk el. Bolyban került sor regionális ifjúsági találkozóra a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referatúrájának szervezésében 14-35 év közötti fiatalok számára. Az őszi találkozó sorozat több helyszínen és időpontban történik, ennek nyitó rendezvénye volt a Bói. A lényeg a találkozáson van, mégpedig keresztény fiatalokkal, hogy a résztvevők megismerhessék a helyi közösségeket, baráti szálakat építsenek ki azonos hitű és gondolkodású társaikkal. Az együtt eltöltött nap igen tartalmas. Dicsőítés, beszélgetések, szentmise, szentségimádás, tanúságtételek, közös játékok és beszélgetések mind részét képezik. A programon való részvétel ezúttal is ingyenes volt, de regisztrációhoz kötött. Ismerkedjünk meg ennek főszereplőivel. Felkérés volt az egyházmegyétől, az ifjúsági referatúrától, hogy idén a regionális ifjúsági találkozót itt Bój városába szervezzük meg a Mohácsi Esperesi kerület fiataljai számára. Úgyhogy valóban öröm, hogy itt helyben valósul ez meg. Ugye igény és szükség, ez két különböző fogalom. A fiatalokkal is, és főleg a szüleikkel próbáljuk elhitetni, hogy szükség van ilyen együttlétekre.
és utána az igénynek a felkeltése, vagy hogy bennük megszületik az igény, az már egy másik kategória, de olyan szép, hogy erről tanúságot tettünk, hogy szükség van ilyen együttlétekre, szükség van. Mondhatnánk, Boly, egy jól bevált helyszín kezd lenni az ilyen találkozókra, hiszen Szent János tábor volt az előző nyáron, és ha minden igaz lesz, a következő nyáron is, és a helyszín igazolta azt, hogy egy ilyen kisvárosban is lehet ilyen rendezvényeket csinálni. Igen, hát sajnos, vagy hála Istennek személyemmel ide a plébániára ez a fajta szemléletmód beköszöntött, hogy nem csak helybeli közösségeknek teremtünk alkalmakat, vagy lehetőséget a találkozásra, hanem egy kicsit tágabb körben, egyházmegyéből, vagy éppen országból jöhetnek ide fiatalok, vagy felnőttek éppen, és ez jó, hogy ebben a kisvárosban jó házigazdák tudunk lenni, megtetszik a város az idejövőknek, illetőleg, hogy valamit adni is tudunk, tehát gazdagítani tudjuk az ideérkezőket. Mi a tapasztalata, hány éves korosztály az, amely úgy elkezd a hit után komolyabban érdeklődni? Hát a hit tanórákon megkapják az alapokat a fiatalok, a gyerekek, bérmárkozás még valamit hozzátesz. Körülbelül hány éves kor az, amikor komolyra vált ez a történet? Hát biztos, hogy a családban dől ez el, ez egyértelmű. Ahol a családban tapasztalják a gyermekek, hogy Istenhez kapcsolódnak a szülők, akkor bennük is ez tudatosul. És azt gondolom, hogy 12-13 éves kor után döntenek arról, hogy amit otthon láttak, illetőleg amit esetleg a hitoktatótól hallottak, de inkább amit otthon láttak, hogy arra igent mondanak és folytatják-e. És hogyha otthonról egy pozitív példát láttak, hogy kell kapaszkodni a Jóistenbe, a nem szeretem napokba és a jól menő napokba, ha ezt látták otthon, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor folytatni fogják. Hogyha nem, akkor nehéz dolga van egy hitoktatónak, egy papnak. Egy szép küzdelem, de nehéz feladat, ha a családi háttér nincs meg. Hála Isten, itt Bolyon egy 10 család biztos, hogy most föl tudnék sorolni, akik ezt a szép szolgálatot végzik a családjukban, hogy a hitet adják át a gyermeküknek. És a gyermek előbb-utóbb közösséghez akar tartozni, és általában olyan közösséghez, amely hasonló értékeket vall. Igen, ezen pont mostanában gondolkodtam el ezen kapcsolódáson, hogy csak gondoljatok bele, hogy nem tudom én, az internetes felületen, Facebookon például sokan megosztanak tartalmakat, és hozzáírnak különféle szövegeket. És hogyha ezt nem az interneten osztanák meg, hanem leülnének egy asztalhoz, és egy baráti körben elmondanák a másiknak, akkor mindjárt látnak a reakciót is, hogy egyet értenek-e vele, vagy nem. Ugye az interneten az, hogy megosztasz egy tartalmat, írsz hozzá egy szöveget, de hogy most erről kinek mi a véleménye, azt nem tudod meg. Maximum, ha lájkolja, akkor azt mondja, hogy tetszik, amit megosztottál. De ha leülsz egy asztalhoz, és elmondod ezt szóban, akkor mindjárt kapsz rá egy reakciót a másik embertől. Szóval hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezeket a közösségeket újraéleszteni, ami nem virtuális térben mozog, hanem így szemtől szembe. Mert szép a virtuális tér, tehát én magam is élek vele, használom, engem is kísért, nagyon kísért. De érzem és tapasztalom, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy leüljünk, és merjük azt is vállalni, hogy a másiknak elfintorodik az arca, mert nem ért egyet azzal, amit mondok, vagy ahogy én látom a dolgokat. Szóval a fiatalokat is nevelni kell erre, hogy vállalják fel azt, hogy szembeülnek egymással, és adott esetben, amit mondanak, az nem biztos, hogy a másiknál betalál. És ugye ezt a konfliktust hogy lehet kezelni, hordozni, egyetem van, hogy nincs rá megoldás, de mégis hordozni. Szóval szép, hogyha... És együtt megcsiszolgatják egymás lelkét is, és tudását. Igen. Meg hogy az emberi, hát kénytelenek vagyunk együtt létezni ezen a földön, így vagyunk megteremtve, és tanulni kell az együttélést. Tehát, hogy azt érezzük, hogy annyira agresszív lett a kommunikáció, hogy úgy gondolom finomítani kell picit, úgyhogy viseljük el egymást szeretetbe, ahogy Pál buzdít minket, és ezt tanulni kell. Tavalyi év folyamán már voltak regionális ifjúsági találkozók összesen 4 helyszínen, úgyhogy Boly az 5. helyszín, amely új helyszín.
közel 50-en jöttünk itt össze, és keressük azokat az utakat, hogy hogyan tudunk becsatlakozni a plébániáinknak az ifjúsági életébe, hogyan tudjuk megújítani plébániáinkat. Mi a hívó szó, amire jönnek a fiatalok? De elsősorban az atyák, a hitoktatók, a barátok, a haveroknak a szavai, akik meghívják. A meghívás mindig személyes, és ebben a személyességben van jelen titkon az Isten is. Úgy tartják, hogy a Z generáció egy impulzív generáció, nagyon sok mindent kell kapniuk egy-egy ilyen találkozó alkalmával, hogy szívesen legyenek ott. Hát a jó Istenen kívül szerintem sokat nem kell hozzátenni, de egy biztos, hogy ezek szeretnek közösségben lenni ezek a fiatalok. Így van, és valóban sokat kell adni még ehhez. Nagyon nagy háttérmunkája volt ennek a találkozónak, mind a helyiekkel, a bói szervezőcsapattal, mind pedig a pécsi szervezőcsapattal. Arculatot megtervezni, az idei arculatot, valamint hasonló kis tárgyakat adni, mint a tavalyi év során így került sor újra a repohárra, amely nagyon nagy jelentőséggel bír, és ha hazaviszi, és ez egy emlék, ránéz, akkor remélhetőleg előjönnek azok az élmények, amelyeket itt kapott a találkozó során. Milyen tematikája van egy ilyen napnak? Hogy épül fel? Minden találkozónak egyedi tematikája van, mindig az adott, a helyi közösség határozza meg. Itt Bolyban a Szent János Bogár közösség erős, Ati Tiszi vezetésével, és annak a tematikájára épül a nap. Két hét múlva Szekszárdon a Bonyhádi Menedék közösség vezetésével lesz levezetve a nap. Ők egészen más tematikát fognak használni. Úgyhogy mindig a helyire építünk, a jelenlévőre, a meglévőre. Nem akarunk újat kitalálni, hanem a helyit szeretnénk erősíteni. Mit kapnak Isten igazából az egy nap alatt az itt lévők? Azt az élményanyagot ide sorolhatjuk-e, amely gyakorlatilag a fiatalok közösségbe való létét is jelenti? Igen, igen. Amit kapnak, elsősorban egy élményt, amely remélem, hogy annyira impulzív, hogy a plébániájukon, a helyi közösségeikben arra készteti őket, hogy összejöjjenek, beszélgessenek, és elindítsák a plébánián az ifjúsági közösségeket, vagy a meglévőket, ezáltal az élmények által erősítsék. Valóban nagyon jó volt a hangulat, ilyen kevesen voltunk, és így nagyon jól alakult, ilyen családias volt. Jobban oldódtatok, mint hogyha most egyszerre kellett volna mindenki előtt mondjuk játszani, vagy megnyilvánulni? Hát igen, úgy vettem észre. Kivel jöttél? Barátokkal, ismerősökkel, vagy szólóba érkeztél Dunaszekcsőről? Hát a szekcsőiekkel, 9-en jöttünk, a hittantanárommal és barátokkal, igen. Mit vársz ettől a mai naptól? Gyakorlatilag milyen gondolatokkal, érzésekkel indultál el Bolya irányába? Nagyon kellemes egy ilyen hittanos társaságban lenni, ezt mindenképpen így gondolom. És hát igazából így, igen. Hogy éled meg a mindennapokban a hitedet és vallásodat? Hát én keresztény vallásos vagyok, és ezt vallom is, és járok Szent Misére is. Barátokkal, ismerősökkel, osztálytársakkal jöttünk. A mohácsi hitélet az számodra mennyire megfelelő? Gyakorlatilag kiéledette a hitedet a mindennapokban? Én teljesen meg vagyok vele elégedve. Most a bérmálkozási felkészítőn is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösség, nagyon jó csapat alakult ott ki, és én igazából minden elvárásomnak megfelel, és örülök, hogy tagja vagyok. Előzetesen mit hallottatok erről a regionális ifjúsági találkozóról? Hát ugye tavaly is volt Mohácson, és pont ezért mi, hát pozitív nézetekkel jöttünk ide, és igazából voltak elvárásaink, mert a tavaly az nagyon jól sikerült, és ezt vártuk ettől is, hogy... Magasra került a létsz már korábban. Igen, igen. De úgy gondolom, hogy nagyon jó itt a közösség. Én nagyon örülök, hogy megismerhetek új embereket, akiknek hasonló érdeklődési körük van. Bolyok, ez a kisváros felkészült a ti fogadásotokra? Hogy látod, minden rendben van? Én úgy gondolom, igen, a regisztrációnál is nagyon kedvesek voltak, és úgy gondolom, hogy az emberek is egy jó közösség van itt.
A regionális ifjúsági találkozók a következő hetekben folytatódnak, legközelebb Szekszárdon és Pécset jönnek össze a hívő katolikus fiatalok. Lehet csatlakozni hozzájuk. Folytatódott az őszi szabad egyetemek sora a Magtár Látogatóközpontban. Októberi vendégünk Lukács János, jezsuita szerzetes volt, aki készséggel állt kameránk elé. A Pécsi Egyházmegye Szabad Egyetemének őszi sorozatában a tavasszal megkezdett az Egyház mint Krisztusi Közösség meghívó, befogadó és megtartó című kérdéskör értelmezése tovább folytatódott. Október 16-án Pécsett a Magtár Látogatóközpontban, ezúttal Lukács János jezsuita, a rend európai formációs delegátusa, a budapesti Fáber-Szent Péter jezsuita közösség elöljárója osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel. Magyarországon, Budapesten, Miskolcon, itt a Pécsi Egyházmegyében, Püspökszentlászlón tevékenykedünk, és Szegeden van még egy templomunk, és majdnem elfelejtettem Dobogókőt, ahol lelki gyakorlatos házunk van, ez tehát így négy egyházmegye Magyarországon, hogyha jól számítom, és Erdélyben, Marosvásárhelyen van egy kollégium, amit jezsuiták, magyar jezsuiták működtetnek, meg ott is egy induló lelki gyakorlatos ház, és hát ezekben az egyházmegyékben vagyunk otthon. Iskolánk van Miskolcon, lelki gyakorlatos ház is. Azt hiszem, hogy igazából most így 31 néhány évvel az újraindulásunk után azt hiszem, hogy elég szépen megtaláltuk a helyünket, azokat a szolgálatokat, amik egyszerre egy jezsuitásak is, magunkhoz közelállónak is érezzük, meg az egyház számára is igazi szolgálat, akár itt templomainkban, akár iskolában. Kiadónk van, sok lelkiségi és egyéb könyvet adnak ki, amik meglepően, számomra nagyon meglepően így a magi környezetben is keresettek, szóval azt hiszem, hogy viszonylag jó. Miben különbözik más rendektől a jezsuita rend? Hogy lehetne ezt röviden, tömören megfogalmazni? Hát a más rendek azt mondanák, hogy mindenben. A nagy újdonság az volt a jezsuita rend esetében, hogy egészen addig a szerzetesség egyet jelentett azzal, hogy egy helyen, közösségben élő rendtagok együtt imádkozzák a zsolnosmát, tehát a nap több szakaszában összegyűlnek, lehet, hogy hétszer, lehet, hogy kicsit kevesebbszer, de alapvetően meghatározza az imádság, a közös imádság ritmusa a napjukat, és mellette, ami szolgálat belefér, azt vállalják. És a jezsuiták kezdettől fogva azzal a szándék, azt ismerték föl hivatásuknak, hogy elmenjenek világ olyan távoli részeire, ahol az egyház nincs még jelen. Alapvetően egy missziós életforma volt az övék, akkor is, hogyha ez nem egyszerűen csak földrajzi távolságot jelentett, hanem kulturális távolságokat is, tehát így szegényekkel kezdtek foglalkozni, vagy az iskola oktatás volt abban az időben óriási kérdés, ahol nem volt jelen az egyház, úgyhogy a legtöbb hívás odaérkezett, és emiatt, bár ugyanúgy megvannak a szerzetesi fogadalmak a mi életünkben, a zsolnosmát ugyanúgy imádkozzák a jezsuiták, mint ahogyan a világi papok is, azonban ez nem közösen történik jellemzően. Milyen gondolatokat, előadást hozott ma magával? Gyakorlatilag mire szeretnék kikerekíteni a mai előadás? Nagyon megszólított ennek az előadássorozatnak a témája, meghívó, befogadó, megtartó Krisztusi Egyház, és hát a jezsuita rendről szeretnék beszélni majd egy kicsit, mint egy ilyen esettanulmányról. Erre készülnék, hogy ezek így hogy fedezhetők fel így a mi rendünkben, történetében és meg a mostani életünkben, törekvéseinkben. Azt ugye érzékeli ön is, és hát lehet is róla olvasni, hogy elég misztikus maga a rendnek a megítélése a nagyvilágban. Igen, ugye nem tudom egész pontosan, hogy miket lehet olvasni, de sok mindent, igen, sok butaságot is. Valahogyan nem férünk ezeket be jó a, helyre rakni, nem ugye? Nem férünk be a szokásos kategóriákba. Igen, igen. Hogyha majd lesznek kérdések, akkor majd próbálom helyre tenni őket. Igen. Jó eszköznek tartja a kommunikációra a szabad egyetemeket, azokon való előadások? Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy így hívnak. Tehát érdeklődést, a figyelmet. A mai világban nagyon nehéz a figyelmet fontos, érdekes, jó dolgok felé terelni, és úgy látom, hogy ez egy jó forma, ami most itt is Budapesten is néhányszor találkozom ezzel a formával. Nagyon jó, hogy van valóságos hallgatóság is, akiknek lehet beszélni, és az, hogy így az interneten is
hozzáférhetővé válik, úgyhogy remélem beválik. A Szabad Egyetemi előadáson jelen volt a sorozat két állandó házigazdája, Felföldi László pécsi megyés püspök és dr. Görföld Tibor teológus egyetemi tanár. Az idei kérdéskör kibontását pedig ezúttal jezsuita szemüveg mögül nézve a rend létrejöttének és létének belső perspektívájából láthattuk, az alapító Loyolai Szent Ignác lelki tapasztalatai és életpéldáján keresztül. Püspök atyát fogadjuk arról, hogy hogy áll össze általában egy szabad egyetemi terminus, gyakorlatilag mi szabja meg, hogy milyen előadások és milyen előadók érkeznek ide Pécsre? Az a jó, hogy ebben nem nekem kell egy személyben döntenem, vannak kiváló munkatársak ebben. Külön kiemelném a Görföld Tibor urat, aki nagyon sokat segít, és együtt meg vannak, akik még hozzáadnak gondolatot, és akkor egyszerűen összeáll egy éves menet. Természetesen a cím adott, ugye a egyház, mint Krisztusi közösség, de minden előadó más oldalról közelíti meg ezt a gyémántot, egy másik oldalát csiszolgatja itt nekünk, és ezért tulajdonképpen mindig az előadómban a fő hangsúly, hogy mit nyújt át, milyen. Ma különös gazdagság, hogy egy jezsuita atya tud velünk lenni, és én nagyon boldog vagyok, hogy tényleg továbbra is ilyen színvonalas, igazi, gazdag üzenettel tudjuk szolgálni az érdeklődőket. Alapvetően a rendek hogy épülnek be az egyház életében, gyakorlatilag milyen szerepet töltenek be? Tulajdonképpen minden embernek kivétel nélkül az Isten a teremtettségénél fogva ad egy különös ajándékot, amit ő hoz ebbe a világba. És a szerzetesek azok, akik azt mondják, hogy mi együtt akarunk egy speciális ajándékot átadni. Tehát nagyon önálló és nagyon gyakorlatias, elméleti, változó, de mert együtt lehet jól meghatározni azt, hogy mit is akarunk a világgal, és mit akarunk nyújtani. A jezsuiták ugye a szellemiségnek, a tudománynak, az életnek ezt a nagy gazdagságát élik, és iskoláik, egyetemeik vannak, és mindig is a tudásnak voltak az hordozói, hogy igazán elgondolkozzunk, ránézzünk dolgokra, és jobban megértsük Istent, az egyházat és az embert. Jézus Krisztus társasága, gyakorlatilag így is fordíthatnánk a jezsuitákat, Jézushoz állnak közel, mégis a pápa az, aki gyakorlatilag bábáskodott a fentléte és megléte mellett ezen rendnek. A kettő nem zárja ki egymást, ugye? Egyáltalán nem. Hát minden szerzetes közösség Jézus társasága. Csak ők a nevükben is oda vették, hogy nem valakikhez, nem valamihez, hanem nagyon krisztusiak akarnak lenni. De hát ez a többi szerzetes rendnél is igaz, hogy a Biblia, az Isten tanítása, Isten szava az első számú gondolat, üzenet és megvalósítandó cél. A pécsi egyházmegye, a tanító egyházmegye? Gondolok a szabad egyetemekre, a férfi találkozókra, valami megerősödött ezen a fronton. Nem jobban, mint bármelyik egyházmegye, hiszen az egyháznak nagyon fontos, hogy a tanítást szolgálja. Jézus erre küld. Menjetek, hirdessétek az evangéliumot, tanítsátok az embereket, hívjátok meg tanítvánnyá lenni, hisz a kereszténység nem más, mint a tanítványságnak, krisztusi tanítványságnak a megélése és kibontakoztatása. Tehát ez természetes, hogy hozzátartozik. Jó szellemisége van az egyházmegyének, szívesen tanulnak, jönnek el egy-egy szabad egyetemre is? Most én azt látom, hogy nagyon jó. Egyre többen komolyan veszik a teológián főiskolára, egyre többen bejelentkeznek, az akolitus képzés ezt szolgálja, hisz az is valójában a fejnek, a szívnek, a léleknek a tágítása, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk, gazdagodjunk, és merjünk ebbe a világba világos, tiszta, jó gondolatokkal, üzenetekkel jelen lenni.
Felföldi László megyés püspök megköszönte Lukács Jánosnak, hogy napjaink útkereső egyházában a jezsuiták utat mutatnak abban, hogy mi az, ami az útkeresésben egységet teremt, s hogy az abban megtalált Isten kapcsolat és üzenet sokkal gazdagabbá váljon. Megkezdődött a paksi Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium felújításának második üteme. Felföldi László, pécsi megyés püspök, Paks polgármesterével közös sajtótájékoztatót tartott a Tolna vármegyei település iskolájában. Mintegy 720 négyzetméter küzdőfelületű, két részre osztható tornacsarnok, 8 új tanterem, kémia labor és csoportbontásra alkalmas modern tantermek is helyet kapnak. A paksi Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium most épülő 2000 négyzetméteres épületében. Az intézményben járó gyermekek és családjaik, valamint az iskola munkatársainak hétköznapjait könnyíti majd meg, és helyezi a mai kor elvárásainak megfelelő keretek közé, az a 2,6 milliárd forint összértékű beruházás, mely várhatóan 2026. februárjában készül el. A munkálatok közelmúltban megkezdődött második ütemét tekintette meg, egyben az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról tájékozódott Heringes Anita, Paks polgármestere, aki Felföldi László pécsi megyés püspök meghívására érkezett az intézménybe. A közös bejáráson és a megbeszélésen jelen volt Kósz Roland, a pécsi egyházmegye oktatási irodavezetője, és Pap Attila, a Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium igazgatója. A résztvevők előremutató együttműködésükről biztosították egymást. Hihetetlen jó hangulatú beszélgetés folyt köztünk. Azt gondolom, hogy kicsit olyan volt, mintha már régóta ismernénk egymást, és szerintem ez előremutató lesz a közeljövőben. Értékeinkben nagyon hasonló a gondolkodásunk, és szerintem ez fontos, hogy ez egy jó együttműködés tudjon lenni a jövőben. Én nagyon örülök, hogy így a pályám kezdetén tudtunk leülni, végig tudtuk járni az épületet. Mindenhol kiegyensúlyozott, boldog, mosolygós gyerekeket, pedagógusokat és nevelőket láttam. Tényleg azt gondolom, hogy valahol így kéne kinézni minden intézménynek, ahol gyerekekkel foglalkoznak, hogy az ember belép és egy jó kisugárzást érez az egész intézményből, a pedagógusokból és mindenből. Éppen ezért én nagyon reménykedem, hogy ez az együttműködés az 5 év végére is ilyen csodálatos lesz, ahogy most elindulunk. Én mindenben állok az egyház rendelkezésre. Jelenleg is folynak az építkezések, és volt már egy ütem, ami be is fejeződött. Üdvözli azt, hogyha az egyház megye akár állami forrásból, pályázati forrásból, de beruház itt Pakson? Minden beruházást köszöntünk, hiszen ez mind Paksváros érdekét és az itt lakók érdekeit szolgálja. Ezért természetesen minden forrásnak nagyon örülünk, ami fejleszti a városunkat. Milyen területen tudnak még együttműködni? Keresik-e a kapcsolódási pontokat? Természetesen azt gondolom, hogy jó pár olyan program lesz, ahol a püspök urat is szeretettel várjuk a következő időszakban. Ugye megkezdődnek az ünnepek, ahol lesznek olyan eseményeink, ahol én nagyon örömmel fogadnám, hogyha ő megtisztelne minket a jelenlétével. Úgyhogy szerintem ez egy szorosabb együttműködés lesz, mint ami eddig volt. Az első ütem alapvetően az alsó tagozatnak jelentett egy nagy segítséget. Itt közel 1000 négyzetméter új felület épült, két szinten 7 tanterem. Mint egy 1 milliárd forintba került ez a beruházás, amelyhez 750 millió forintot biztosított Magyarország kormánya, és 250 millió forintot püspökatya döntéséből a pécsi egyházmegye tett hozzá. Itt sajnos az időközben kirobbant ukrajnai háború nagyon komoly költségtöbletet jelentett, de hála jó égnek sikerült ezt áthidalni, és befejeződhetett az első ütem, ahol már a gyerekek boldogan birtokba vették a tantermeket, és a pedagógusok is nagyon jó körülmények között végezhetik a munkájukat. És most a második ütemben pedig hát egy nagyon régi álom teljesül, hiszen az intézmény 1993 óta működik, és azóta nem rendelkezett tornacsarnokkal, és most a második ütem részeként elkészül egy 720 négyzetméter küzdőfelületű, két részre bontható tornacsarnok a kiszolgáló helységekkel együtt, illetve megépül 8 új tanterem is, amelyben lesz egy kémia labor, illetve biológia, fizika szaktanterem és egyéb tantermek is, amelyek főleg a nyelvi oktatást fogják segíteni. És ennek a beruházásnak óriási kincse az, hogy
Az intézmény az elmúlt több mint 30 évben nagyon széttagoltan több telephelyen működhetett, viszont most az étkező kivételével minden funkció ide fog összpontosulni a templomtérre. Ez egy hatalmas erőt ad az itt folyó munkának, segíti a pedagógusokat és nyilván a gyerekeket is, hogy egy igazi közösségben tudják a mindennapjaikat eltölteni. Én azzal szoktam önmagamat is, meg kollégáimat is, hogyha kell, akkor vigasztalni, hogy azért ez egy olyan átmeneti nehézség mindössze, aminek az eredménye egy olyan minket gazdagító, az életünk minden területét átható pozitív változás lesz, amiért ez megéri, de alapvetően ilyen nyitottsággal áll hozzá. Úgy gondolom, hogy mindenki és a szülők megértését és pozitív hozzáállását is szeretném kiemelni, mert nagyon türelemmel hordozzák ők is ezt a amúgy nyilván kellemetlenséget is hordozó állapotot, de hát ez egy átmeneti helyzet, ami után egy sokkal szebb közeg fogja majd őket is fogadni minden nap. Egy építkezés mindig tudatos, de úgy látom, hogy ez az építkezés sorozat így tudatosan épül egymásra, tehát elemek készülnek el, és hát jön a következő egymás után szépen sorban. Így igaz, tehát nagyon szépen az alsó tagozat után így majd a felső tagozat termei megújulnak, és aztán végül majd úgy tűnik, hogy a gimnáziumunk tantermei is egy nagyon szép köntösbe tudnak öltözni. Én azt gondolom, hogy ez így szimbolikusan is felfogható, hogy így lépésről lépésre épülünk, szépülünk, fejlődünk, mint ahogy egy iskolában a gyerekeknek is szellemi, lelki tartalmai szépen gazdagodnak lépésről lépésre egymásra épülve. Büszke igazgatója ennek az intézménye? Teljes mértékben, tehát nagyon, nagyon örülök a kollégáimnak, a gyerekekkel nagyon-nagyon jó hangulatú beszélgetéseim vannak folyosón is, tanórákon is, én úgy gondolom, hogy jó hangulatban töltjük együtt az időt a tanulás mellett, úgyhogy minden munkatársam, akik a takarítástól kezdve a konyhán segítik az életünket, én azt gondolom, hogy egy nagyon egymást támogatni igyekvő közegben vagyok, és ezért én nagyon hálás vagyok. Bármi, értjük? Tehát olyan nem feladat, hanem hogy most szeptembertől mennyi mindent tanultunk, ki tanulnám, és abból egy szó. Ifjú messiás. Hangosan. Ifjú messiás. Ifjú messiás. Jézus. Jézus. Tanítás. Ez az. Messiás. Az iskola, a templom, a családi ház, az egy közösségnek, egy városnak a belső ereje, a lelkülete. És csak akkor van igaz élet, ha ez valahogy egységben van. És nyilván ebben mi az Egyházmegye segítséget tudunk adni, szolgálni tudunk, és nagy öröm számomra, hogy most ilyen bensőséges vízhangra találunk az önkormányzatnál, és valóban a jövőt együtt tudjuk álmodni, gondolni. És ez egy óriási lépés. Abból, amiből indult ez az iskola, amilyen hosszú úton fejlődött, alakult, és most úgy néz ki, hogy látszik a beteljesedés, hogy felépül a családi ház, és a tudásnak a szentélye megnyílhat a családok, a gyerekek előtt. Elhangzott, hogy ez a beruházás, ez itt maradt Pakson, tehát az a sok milliárd, ami ide érkezik, és tényleg az építkezést jelenti, gyakorlatilag legyen az pályázati forrás, vagy éppen önereje az egyházmegyének, az tudatosan van egymás mellé pakolva. Ez természetes, hát Paksért dolgozunk itt most, és ez a feladatunk, hogy az itteni családok, minden család, aki igénybe veszi az iskolát, vagy aki valamilyen formában részesül ennek az iskolának a gyümölcseiből, azok mind-mind ebből kapnak ajándékot az élethez, a mindennapi munkához. Úgyhogy ennek én nagyon örülök, és nagy-nagy hálaadás van a szívemben, mert nagyon fontos, hogy az emberi egység, az emberi kapcsolat valósága álljon a feladataink, a dolgaink mögött, és akkor minden sokkal könnyebb és természetesebb. Az egyház természetesen kősziklára építkezik, így hát a helyi kapcsolatok is kellenek mindenhez. A jó kapcsolatokból lehet kamatoztatni egy-egy emberruházást. Elsősorban
emberi kapcsolat, meg hiszem azt is, hogy belátja valaki, hogy ennek van értelme, ennek van igazi célja, van jövője, és abban is ott van, de én elsősorban a kapcsolatnak az embere vagyok a szívemben, hogy abban hiszek, hogy így tudjuk egymást erősíteni, lelkesíteni, és most ezt itt Pakson valóságosan meg tudjuk élni. Sikeres együttműködést kívánunk a jövőben is az egyházmegye és a város vezetése számára, hiszen ha épül és szépül a katolikus intézmény, abból elsősorban a paksi gyerekek részesülnek és profitálhatnak majd. Viszontlátásra! Kedves nézőink, ennyi fért novemberi egyházmegyei magazin műsorunkba. Megköszönöm figyelmüket, találkozzunk decemberben is, a viszontlátásra!